Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, hogyha már így adta a sors, akkor rögtön arra is szeretnék reagálni, amit Bannai államtitkár úr elmondott, hiszen az általa elmondottakban számomra csak azt arra a tanúbizonyságot, hogy nem tudja az állam finanszírozni a működését, és az uniós forrásokat is elveszik a nemzeti fejlesztésektől, és inkább ezzel próbálják pótolni és betömködni azokat a hiányokat, ami a magyar jogszerű működéséhez szüksége lenne a magyar közgazdasztásnak és törvényhozásnak. Tehát ez azért szomorú folyamat, amiről beszél, mert azért nem valósul meg érdemi fejlesztés, azért nem valósul meg érdemi munkahelyteremtés az országban, mert az uniós forrásokat önök nem arra használják fel, amilyen célt az szolgálni kellene. A regionális fejlesztési források nem a régiókat emelik fel, hanem önök elműködik ugyanúgy, mint azt sok más kormányzati forrással. Ugyanúgy számomra mindig meglepő, mikor a önkormányzati konszolidációt ilyen jelentős sikerként emlegetik, főleg ugye a képviselőtársam részéről itt elhangzott, hogy 20 éves településvezetői tapasztalattal, pont azok az emberek, akik 20 éveket vezettek településeket, azoknak a bűneit fedik el ezekkel az adósságkonzolidációs tevékenységgel, és pont az volt az a folyamat, amikor mindenféle következmény nélkül azt erősítették a magyar társadalomban, hogy felelősség nélkül lehetett megtenni mindent az elmúlt időszakban. És ebbe egy általános felmentést adtak mindenkinek ezzel, miközben azok a települések, akik megpróbáltak korrekten gazdálkodni, és megpróbáltak a lehetőségeiket betartva, figyelembe véve gazdálkodni, azok háttérbe szorultak az arcátlanul költekező, felelőtlenül gazdálkodó településekkel szemben. Tehát ezt sikerpropagandaként azért csak egy némi felületességgel lehet szerintem megítélni. És egy mondattal szerettem volna még reagálni Boldog István képviselő úrnak a felvetésére, a kistelepülési polgármesterek illetményét illetően. Teljes mértékben élvezi a támogatásunkat ez a törekvés, amit elmondott. Egyetértek abban, hogy arcátlan az, amit egy-egy fővárosi kerületben látunk. Ugye pesti kerületben már láttuk is azt, hogy félmilliós képviselői fizetések vannak, ahol a együtt Fidesz-el nagy koalíciót kötve állapított meg fizetéseket. Köszönöm szépen.